Először is a magyar kormánya lehető leghatározottabban elítéli a tegnap késő esti manchesteri terrortámadást. Ilyenkor az első szó a részvétel és az együttérzésé kell, hogy legyen. A magyar kormány részvétét nyilvánítja az áldozatok családtagjainak, a sérülteknek pedig mielőbbi gyors felépülést kívánunk. Mai napon miniszterelnök úr Theresa May miniszterelnöknek küldött részvétnyilvánító levelet, én magam pedig Boris Johnson külügyminiszter kollégámnak. Azt kell mondani, hogy ez a manchesteri terrorcselekmény a lehető legaljasabb terrorcselekmény volt, ami csak lehet, tekintettel arra, hogy egy olyan rendezvényen került sor a terrortámadásra, ahol köztudottan nagyon sok gyerek szórakozott, és a gyerekek ellen terrortámadást elkövetni, az a lehető legaljasabb dolog. A magyar vonatkozásban engedjenek meg, hogy néhány információt adjak önöknek. A legfontosabb az, hogy továbbra sem tudunk magyar érintetről, továbbra sem tudunk magyar áldozatról vagy magyar sérültről. Azt gondolom, hogy a tegnap késő esti események mindenki számára világossá kell, hogy tegyék, hogy Európa az elmúlt évtizedekben soha nem kellett, hogy ilyen súlyosságú terrorfenyegetéssel, terrorfenyegetettséggel szembesüljön, mint jelenleg. Ez az esemény és az ehhez hasonló korábbi események pedig rá kell világítsanak arra, hogy minden európai politikának, minden európai döntésnek most azt a célt kell kitűznie, hogy állítsuk helyre Európa és az európai emberek biztonságát. Ez a kutya kötelessége az európai politikusoknak. Azt gondolom, hogy ma már az európai emberekre leselkedő biztonsági kockázatokat senki sem becsülheti alá, ezért most minden európai politikusnak és minden európai politikai döntésnek arra kell irányulnia, hogy Európában a kontinens és az európai emberek biztonságát végre állítsuk helyre, mert ez így egészen biztosan nem mehet tovább.